Több útszakasz és utca is felújításra szorul Bátaszéken. A tervek szerint idén jó néhányat rendbe tesznek a TOP plusz pályázat keretein belül. A képviselőtestület a tavalyi esztendőben elfogadta azokat a projektelképzeléseket, amelyek a város fejlődése szempontjából fontos, és reményeink szerint a TOP plusz pályázati lehetőségek között kapunk rá forrás, hogy meg is tudjuk valósítani. Egy ilyen projektelem Bátaszék belterületi útjainak a felújítása, hiszen a TOP pluszon belül erre is lesz majd lehetőség. Az elképzelésünk az, hogy a bátaszéki helyi tömegközlekedésben résztvevő útszakaszoknak a felújítását szeretnénk ebből a pályázatból megvalósítani. Ez a Bezerédi utca, Olimpia utca és Orbán utcának a felújítását jelentene, ami egyrészt a burkolatnak a javítását, másrészt útszélesítéseket, leállósávoknak a kialakítását, csapadékvízelvezető árkoknak a burkolását vagy zárt átételét is jelentheti majd. A helyi tömegközlekedés azonban nem csak Bátaszéket, hanem Kövesdet is érinti. Kövesden, ugye a Bonyhádi úttól egészen a Köves tábláig kormányzati támogatásból a tavasz folyamán megújul majd az útszakasz, viszont a táblától egészen a belterületi körforgalomig igen nagy szükség lenne a felújításra, ezt is ebben a pályázatban szeretnénk megvalósítani. Illetve a városon belül vannak még olyan utcák, amelyek nem rendelkeznek teljesen szilárd burkolattal. Ilyen a Herman negyed utca, a második Géza utca, illetve a Bonyhádi utcának egy bizonyos szakasza. Ezekre is elkészítjük majd a árazatlan költségvetéseket, ezeket is szerepeltetni kívánjuk majd a pályázatban. Azt gondoljuk, hogy ezzel egy nagyon nagy lépést tudnánk tenni a belterületi úthálózataink karbantartásában, fejlesztésében. A pályázat várhatóan január második hetében jelenik majd meg, de addig is zajlanak az előkészítő munkálatok. Árazatlan költségvetéseket kell készíteni, tervezőkkel kellett nekünk már egyeztetni, kalkuláljuk, hogy körülbelül mi lenne az az összeg, amiben ez majd bekerül, hiszen a város elképzelései szerint szeretnénk mintegy 300-500 millió forintos forrást ezekre a beruházásokra pályázati úton megszerezni. Információink szerint a pályázat benyújtási határideje március 31. 60 napon belül történnének az elbírálások, és azt követően kell a pályázat tartalmi részét teljes egészében konkretizálni, ami azt jelenti, hogy már engedélyes terveket adott esetben becsatolni, lefolytatni a közbeszerzési eljárást. Ha minden flottul és sikeresen zajlana, én azt gondolom, hogy 2023 tavaszán kezdődhetnének meg majd a beruházások. Tolna megye egész területére mintegy 46-48 milliárd forint TOP plusz forrás érkezik majd várhatóan az elkövetkezendő 7 évben, melyet a Tolna megyei önkormányzat oszt szét a települések között. Bátaszék ebben a ciklusban közel 2 milliárd forintnyi fejlesztésre pályázik majd.